Galló Istvánné ott is volt a gimnazistákkal kint az utcán, most pedig itt van velünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én nem nagyon emlékszem arra, hogy... Hát Magyarországon biztos, hogy nem emlékszem arra, de ilyen külföldi tudósításokból sem, hogy gimnazisták tüntetnek a jogaikért, középiskolások tüntetnek a jogaikért. Most nálunk ez megtörtént, de gyakorlatilag fel is lettek szólítva tegnap, hiszen a kormányszóvivő is oly sokszor elmondta, hogy nem azok állnak ki a hallgatói jogokért, akik érintettek lennének, mert akik érintettek, azok most még középiskolások. Igen. Hát ma ott voltak. Ön szerint mire mennek? Hát először erről a megmozdulásról azok, akik nem voltak ott, azoknak hagyd mondjam el, hogy én nagyon büszke voltam ezekre a fiatalokra és a pedagógus kollégákra is. Ezeket a gyerekeket már valószínű otthon a családban is és az iskolában is a pedagógusok úgy nevelték, hogy merjék megfogalmazni azt, hogy ők mit szeretnének, és ezt rendkívül fegyelmezetten, kulturáltan tették. Őket nem irányították a tanárok, ők saját maguk fogalmazták meg, amit szeretnének, és természetesen tiltakoztak az intézkedések ellen, de rendkívül kulturált módon. És ez a pedagógusoknak is, és a szülői háznak is köszönhető. Ezt azért hangsúlyozom, mert Hofman Rózsa államtitkár asszony nagyon sokszor mondja mostanában, hogy a nevelés milyen fontos, és milyen nagy hangsúlyt kell rá tenni. És ebben igaza is van? Igaza is van, de ezeket a példákat is észre kell venni, hogy az gimnáziumokban, a középiskolákban és az intézményekben folyik nevelés, és nem eredménytelenül. Nem tudom, hogy elhangzott-e bármi a fórumon, lesz ennek folytatása. A felsőoktatási intézményben működő különböző szervezetek igen, tehát további demonstrációkat, további tiltakozásokat szerveznek. A középiskolások mire készülnek? Hát a középiskolások most onnan a Szalai utcába vonultak, ott találkoztak a fővárosból a TÖGB gimnazistákkal, és feltehetően a HÖK-kal és a hálózattal fogják tartani a kapcsolatot. Tehát és közösen fognak fellépni, igen. Igaza volt a kormány szóvivőnek, igaza volt Kövér Lászlónak, ő is utalt arra, hogy nem azok az érintettek, akik kim vannak az utcán, hát ma az érintettek is kim voltak. Hát mire számítanak a jelenlegi középiskolások? Tehát én múltkor hallottam a klubrádióban egy betelefonáló apukát, aki ráadásul egy volt nyugdíjazott rendőr, tehát hihetetlen magas összegből, amit most már megterheltek adóval is, mert nem tudott elhelyezkedni, neveli a két középiskolás fiát. Tehát mind a kettő szeretne főiskolára, egyetemre menni. Ötlete nincs, hogy hogyan fogja majd kifizetni azt a tandíjat, akárhogy is hívjuk, amiben majd kerül a főiskola, mert kicsi esélyük van, hogy bekerüljenek a 10.500 fő létszámba. Itt napok óta arról van szó, és mindenki mindenféle megközelítésből elmondta, hogy milyen drasztikusan csökkentették az államilag finanszírozott intézmények, vagy a helyeknek a számát. Van ebben természetesen pénz és forráskivonás is, és feltehetően azért ennek valami más célja is van. Én ezt most nem firtatom, mindenki gondolja bele, hogy ennek mi lehet a célja, hogy azok a családok, akik olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nem tudnak a gyereküknek egzisztenciát teremteni, lakást venni, esetleg egy vállalkozást venni, vagy egy vállalkozásba bevonni, hanem nagyon beosztóan azt mondja, hogy diplomát adok a kezedbe, azt finanszírozom, mert a diploma nem csak tandíjat jelent, hanem megélhetést is, ruházkodást, bérletet, tankönyvet, és így tovább. És utána, hogyha diplomád van, állj meg a magad lábán. Most ezt a lehetőséget vették el a gyerekektől, ráadásul úgy, hogy azért itt a gimnáziumista a gyerekeknek jelentős része 4 évig arra készült, hogy ő úgy teljesít a gimnáziumban, hogy utána aztán egyenes útja legyen a felsőoktatásban és diplomát szerezzen. Tönkretették a gyerekeket és a pedagógusoknak is a munkáját. Persze lehet azt mondani, hogy a tanulás, a tudás az soha nem vész kárba. De akkor az a pedagógus, aki a gyerekeket motiválja és biztatja arra, hogy kisfiam, tanuljál, mert érdemes tanulni, érdemes szorgalmasnak lenni, érdemes hajtani. Milyen hitellel is hitelesen állod a gyerekek közé, ha egyszer a játékszabályokat menet közben megváltoztatják? Hát ugye most megint a saját példámra gondoltam. Ha elsős gimnazista koromban, emlékszem a beiratkozáskor, a jövendőbeli osztályfőnököm megkérdezte, hogy és esetleg tudod, hogy mi akarsz? Igen, színésznő. És én azt a 4 évet a gimnáziumban így is tanultam végig, hogy minden más mellett hihetetlen mennyiségű színjátszás, az irodalom, a vers, a próza, a zenetanulás. Én erre készültem.
És nem földrajzfaktorra jártam, vagy fakultációra jártam. Igen. Tehát, hogy és akkor egyszer csak közölték volna velem, az mindegy, hogy nem lett aztán az egészből semmi, de közölték volna velem mondjuk harmadik végén, vagy negyedik elején, hogy ja, bocs, hát egyébként 200 ezerért be lehet majd kerülni, akkor mit csinálok? És most nagyon sok diák ebben most, a helyzetben most van. Most rendkívül megkeseredettek és csalódottak, és az a szomorú, hogy azt tapasztalják most meg a saját bőrükön, hogy azt, amit eddig hirdettek és hittel hirdettek a pedagógusok is, hogy a szorgalom, a tudás, az igyekezet, az majd elnyeri méltó jutalmát, most majdnem egy szóbotlás volt, azt mondtam, hogy a méltó büntetését, igen. Most a saját bőrükön érezték meg, hogy ennyire kiszolgáltatva, kénye kedvének lenni, ez egy borzasztó állapot, és eléggé tehetetlenek, ráadásul azzal is szembesülnek, hogy ugyanakkor lesznek olyan osztálytársak, akik nem így teljesítettek, de a család olyan anyagi háttérrel rendelkezik, hogy ők esetleg be fognak jutni, és diplomát fognak szerezni. Most az másik kérdés aztán, és ezen el lehet gondolkodni, hogy át lehet bukdácsolni mondjuk az orvosi egyetemen csupa kettessel, mert a szülőknek van 12 millió forintjuk, csak nem biztos, hogy mindenki szívesen kezeltetni magát egy ilyen orvossal. Nagyon kíváncsi vagyok, Orbán Viktor azt mondta, hogy ez egy nehéz hét volt, és a hétvégére úgyis ezt is megoldjuk. Hát ma... De miért kell így kapkodni? Hát bármilyen... De most már ezen a héten... Tehát már az is hirtelen. Itt az előbb hallottuk a gyógyszereket, a felsőoktatási keretszámokat, a közoktatást. Bárhova nézünk, vagy szembe jön velünk, minden recseg, ropog és omlik össze. Szóval azt mondta Orbán Viktor, hogy ezt a hétvégéig megoldjuk, és ezt lezárjuk, hát most csütörtök van, úgyhogy túl sok nap már nincs hátra. Én meg tárgyalási időpontról nem tudok, de majd ezt megkérdezem a hőokos vezetőtől. Hogy állnak önök a tárgyalással? Hofman Rózsa nyilatkozott, és azt mondta, hogy valami egészen példamutató. A példás együttműködésről tesznek tanúbizonyságot a szereplők, mármint hogy a iskola átadás átvevéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy a sztrájkbizottság is példás együttműködésben tud együttműködni a minisztérium képviselőivel? Igen, hát akkor legelőször erről az intézmény átadásról. A sztrájkbizottság akkor, amikor megalakult, akkor az első követelése az volt, hogy a közoktatási intézmények állami fenntartásba vételét halasszák el. Mi ezt nem láttuk előkészítetnek, és most is azt mondjuk, hogy az a törvényt, amit november végén fogadtak el, most szombaton, holnap lesz egy hete, hogy megjelent a könyv a közlönyben, de vasárnap már módosító indítványt adtak hozzá be. Hát milyen törvénykezés ez? Szombaton jelent meg, és vasárnap módosító. Vasárnap délután már módosító indítványt adtak be az elfogadott és a közlönyben megjelent törvényhez. Ez az intézmények átadásáról szól. Nos, rendkívül erőltetett módon zajlik. December 15-ig ezeknek az átadás átvételnek meg kell történni. Hát úgy zajlik, hogy az intézmény vezetőket bizonyos településeken lakóhely elhagyási tilalommal sújtják, nem mozdulhat el otthonról szombaton, hétvégén, szombat, vasárnap, mert bármelyik pillanatban behívhatják őket az önkormányzathoz, vagy az intézmény fenntartó központhoz. Hogy mit csináljanak? Mert folyik az átadás átvétel. Mondják meg, hogy hány csaptelep van az épületben. A leltározás vagy... és minden egyéb, a személyi anyagok és minden egyéb. Ez a technikai része, nincs ez az egész modellezve, de arra azért még nincs megállapodás. Papírforma szerint valamilyen módon meg fog történni ez az átadás, de nincs megállapodás, hogy konkrétan a fenntartó önkormányzatnak, az intézmény fenntartó központnak és az intézmény igazgatónak mi lesz a feladata, hatásköre, felelőssége. Ez az a nagy probléma, amikor az intézmény vezetők is csak széttárt kézzel állnak, és nem tudják, hogy az ő munkáltatói jogkörükből mi marad, meg hogy fogják tudni vezetni az iskolát. Ezt mi kértük, hogy függesszék fel ilyen erőltetett törvénykezéssel, ezt nem lehet végrehajtani. Azt mondták, hát hogy nem, sokkal nagyobb lenne a kár, hogyha ezt visszavonnák, és ezt nem folytatnák. Ami a többi részét illeti ennek a sztrájkbizottsági egyeztetéseknek. 5 egyeztetésen vagyunk túl, és miután ez az első dolog nem sikerült, azért voltak olyan kérdések, és nagyon fontos kérdések, ami azt gondolom, hogy a pedagógusoknak rendkívül fontos. Itt egy nagyon lényeges kérdésben megállapodás született, mégpedig abban, hogy
hogyan fogják a pedagógus álláshelyeket finanszírozni, ez egy alapkérdés. Ez nagyon sok kollégában és intézményvezetőben oldotta a félelmet, hogy azért itt lesz nyilvánvalóan elbocsátás. Ebben megállapodtunk, és ebben kedvező a megállapodás. Apróságnak tűnik, de azok a kollégák, akik a szakiskolában dolgoznak, és tudják, hogy a közismereti tantárgyak csökkentése miatt álláshelyet veszhetettek el, ott megállapodás született abból, hogy a HEAT programot a szakiskolákba helyezik. Ami szakszervezet számára rendkívül fontos. Ugye átalakul az egész közoktatásnak a struktúrája. Lesznek járási tankerületek, megyei tankerületek, országos tankerület. Az érdekegyeztetésnek a rendszerét, ígéretet kaptunk arra, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt módosítják és hozzáigazítják ehhez, tehát a szakszervezetek ott lehetnek, bevonják őket az egyeztetés folyamatába. Nem született megállapodás arról, amit mi javasoltunk, hogy ha ágazati intézményfenntartó központ van, kvázi egy munkáltató van, akkor csináljunk ágazati kollektív szerződést. Erre még nincs válasz. Bérek? Hát a bérkérdés az egy lényeges kérdés. Ugye a pedagógus szakszervezetek nem csak a pedagógusok béréről akartak tárgyalni, mert a közoktatásban legalább 50 ezer olyan kollega van, aki nem pedagógus, de a közoktatás munkájában fontos a feladata, és éppen ezért az egész bérkérdést az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács hatáskörébe utaltuk, hiszen a miniszter nem is kompetens ebben. Hétfőn lesz erről tárgyalás, lesz tárgyalás a bérkompenzációról. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Mi néhány szakmai kérdésben meg tudtunk állapodni, sőt, azt kell mondjam, hogy eredményes. A kollégák fogják érezni ennek az eredményét. Álláshelyeket mentettünk meg, ezt nyugodt szívvel tudom mondani, de a munka még nem végeztetett be, itt még a bérekről meg kell valamilyen akkor szinten állapodni. Akkor a következő forduló hétfőn. Hétfőn az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Mindjárt folytatjuk a reklám után, itt lesz Nagy Dávid, a HÖOK elnöke, aztán Jóri András volt adatvédelmi biztos, majd Gyurcsány Ferenc. Maradjanak velünk.